Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Már többször terveztük Kerekes Gyurival, hogy egyszer részt veszek egy ilyen konferencián, de eddig még nem jött össze, örülök, hogy most ez végre sikerült. Tulajdonképpen szabad kezet kaptam az előadásom témájának a megválaszolásához, azzal, hogy itt egy hozzáértő közgazdaságtan tanító, vagy akár tanuló diákok és tanárok közönsége előtt kell beszélnem, tehát arra kell számítani, hogy értő fülekre találok. Hosszas gondolkodás után végül azért választottam ezt a mire költ a magyar állam témát, mert azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy önök nyilván tájékozottak közgazdasági kérdésekben, ez egy olyan speciális kérdés, amelyet nyilván nem tanulmányoztak részletesen, hiszen ez speciális statisztikán alapuló dolog. Másrészt viszont borzasztóan izgalmas abból a szempontból, hogy mindennapi életünket, vagy legalábbis a politika mindennapi életét folyamatosan meghatározza, szoktuk hallani, kivontak pénzt ebből, abból, nem elég a pénz, túl sok arra a pénz. Tehát azt gondolom, hogy érdemes ezt egy kicsit úgy tisztába tenni és megvilágítani. Ugye az ábrákon majdnem túlnyomó részt a V4 országok láthatók, hiszen magunkat többnyire ezekhez szoktuk mérni, illetve Románia, mert azt gondolom, hogy most már egyre inkább Romániához kell mérni magunkat, és jó, hogyha őket figyeljük, néha hátra nézünk, mert elképzelhető, hogy hamarosan már mi látjuk az ő hátukat. Tehát ez egy nagyon fontos összehasonlítási alap, és a Magyarország, a magyar vonal, az minden esetben ez a piros vonal, sárga három szöggel, Románia pedig ez a barna, az EU pedig a szagatott fekete. Tehát ugye ez azt mutatja, hogy Magyarországon az állam újraelosztó szerepe, tehát az állami újraelosztás jóval magasabb, mint a többi országban, nagyjából 50%, tehát a GDP-nek a felét nagyjából az állam valamilyen csatornán kiadás formájában újraelosztja. Ez egy nagyon-nagyon magas arány, jóval magasabb, mint a többi országban. A fekete vonal, szagatott vonal a jelzett EU-28 átlaghoz hasonlít, bár jellemzően inkább magasabb még annál is. Ugye tudjuk, hogy majd egy következő ábrán megnézzük, hogy a fejlett országok nagy része, magasan fejlett országok nagy része magasabb államháztartási kiadásokkal rendelkezik. A többi országban azonban lényegesen alacsonyabb. Szlovákiában volt egy idő, a 2000-es évek, ez a zöld vonal, a 2000-es évek második felében rendkívül alacsony szintre süllyedt. Sokan ezzel is magyarázzák, vagy nem, ha nem is magyarázzák, de legalábbis összefüggésben hozzák a szlovák csodával, amikor Szlovákia ugye ebben az időben előzte meg Magyarországot. Amennyiben kevesebb pénzt vett el az állam a gazdaság szereplőitől, ennek kezdetben kevesebbet is osztott el, de ugye ez egy, most ebben nem érdemes belemenni, különösen az idő rövidsége miatt, hogy az állami kiadások nagysága és a gazdasági növekedés milyen kapcsolatban áll egymással. Nincs köztük szoros kapcsolat, mert minden országban más és más az emberek elvárása, hogy a Skandináviában szívesebben fizetnek adót, és elvárják a magas szolgáltatásokat, ahogy megyünk délre, ez egyre kevésbé van. Tehát itt két fő kérdést lehet feltenni, miért ilyen nagyon magas a magyar újraelosztási ráta a többi országhoz képest, és itt van egy érdekesség, 2016-ban ez eléggé lecsökkent. Tehát mi az, amiben a magyar államháztartási kiadások kicsikét csökkentek, mely tételeknél látható ez, vagy követhető nyomon. Még egy kis rövid kitekintés az EU-28-ra. Ez 2015-ben és 2016-ban mutatja az államháztartási kiadások GDP-arányos részarányát. Látható, hogy Magyarország 16-ban a tizedik legmagasabb volt. Ez viszonylag csökkenő ütem, mert a 2000-es évek közepén második felében a második, harmadik, negyedik legmagasabb kiadással rendelkezett. Közben viszont a többi országban is nőtt az államháztartási kiadások aránya a GDP-ben. Láthatjuk, hogy jellemzően a skandináv országokban magasabb, illetve bizonyos déli országokban. Látható, hogy Görögországban borzasztóan megnőtt a államháztartási kiadások aránya a GDP-ben. Ez azonban annyiból megtévesztő lehet, hogy ugye ez egy ráta, ez egy hányados. És ahogy a GDP elkezdett zsugorodni, hogy Görögország ebben a helyzetben került, nagyon drámai helyzetben, hogy egyre jobban csökkentette a kiadásait, de időközben ettől nem teljesen függetlenül, bár részben függetlenül, és a GDP zsugorodott, és a GDP jobban zsugorodott, mint a kiadások, és egy ilyen
ördögi körbe került. 16-ban azért itt is rendeződtek a dolgok, és főként azért csökkent a látható ez a balról a 1-2-3-6. Oszlopcsoport, ott egy elég jelentős csökkenés tapasztalható, mert a GDP is növekedésnek indult. Tehát ahogy mondtam, nem a kiadási rátában a GDP nagysága is számít, és igazából ugye az lenne a cél, hogy lehessen költeni, mert egyre több GDP-t termel az ország. Etéren Magyarország korán sem áll valami jól. Az eddig is vizsgált öt országnak a 2005-ös, 10-es, 15-ös és 16-os egyfőre jutó GDP-jét láthatjuk vásárlóerő paritáson. A második oszlopcsoport Magyarország, a bekeretezett HU, láthatjuk, hogy ez az EU 28 átlagához viszonyít, láthatjuk, hogy Csehország az első oszlopcsoport, Csehország az jóval közelebb van a 100-hoz, tehát jóval közelebb van az EU átlaghoz, de ez egy viszonylag csekély mértékben közeledett. Magyarország távolabb van az átlagtól, de szintén nagyon, nagyon lassan közeledett. Ehhez képest Szlovákia a 2000-es évek második felében, tehát 2005 és 10 között a piros és a kék oszlop között viharosan közeledett, és azóta már ugye jócskán megelőzte Magyarországot. Lengyelország válság alatt közeledett, hiszen ott nem volt válság, nem volt visszaesés, és már szintén megelőzte Magyarországot 2016-ban az egyfőre jutó GDP tekintetében az EU28-hoz viszonyítva, és az utolsó oszlopcsoport Románia, ahol látható, hogy rendkívül gyorsan zárkozik fel az ország 5-6-7%-os növekedéssel, és rendkívül dinamikus gazdasági élettel, aki járt ott, vagy van gazdasági kapcsolata, az tudhatja is. Tehát tulajdonképpen a GDP növekedése, illetve az egyfőre jutó GDP szintje is nagyon meghatározza, hogy az állami költések relatív szintje milyen. A következőkben az államháztartás funkcionális bontásban lévő kiadásait fogom egy picikét röviden bemutatni, különös tekintettel azokra a kérdésekre, amelyekről sokat beszélünk. Ez az Eurostatnak egy speciális, illetve a statisztikai rendszernek egy speciális statisztikája, amely 10 tételre bontja az állami kiadásokat, amik számunkra érdekesek, és sokat van erről szó. Ez az általános közösségi szolgáltatások, az állam működési, saját magára költött kiadásai. Ezek ebben a statisztikában a kamatkiadásokkal együtt szerepelnek, ezt majd külön bemutatom. Ami érdekel bennünket, ugye az főként az egészségügy, rekreáció, oktatás, stb. Erre fogunk a következőkben kitérni. A baloldali ábra az az állam működési kiadásai, minisztériumok, hivatalok, mindenféle egyéb adminisztráció, bürokráciára költött kiadásokat mutatja, és azt látjuk, hogy piros vonalasága háromszöggel messze-messze kimagaslik a többi ország közül, mint hogy ezek a mértékek nem azonosak, tehát hogy az néha csalóka lehet, hogy itt mondjuk 6% a maximum a baloldali ábrán, a legjobb oldali ábrán pedig 11, de mindenképpen látszik, hogy Magyarország relatív kiadási aránya mennyivel magasabb, mint a többi. Itt körülbelül a többi országhoz képest egy olyan 2-1,5 százalék pontnyi különbséget érzékelhetünk, tehát azt jelenti, hogy a magyar GDP-re átszámítva a magyar bürokrácia az kb. 6-700 milliárd forinttal drágább, mint mondjuk a román vagy a szlovák. Ugyanez a helyzet, jóval magasabbak a mi kiadásaink, a középső, felső-középső ábrán látható az állam kamat kiadása. Ez egy részben öröklött dolog, tehát hogy a régi bűnök után kell fizetni a kamatokat, de nem teljesen, mert ugye van egy kamat, aktuális kamatszint is, amelyet ugye a nemzetközi pénzpiaci környezeten kívül azért a magyar gazdaságpolitika, különösen pénzpolitika is meghatároz. Azt látjuk, hogy itt is körülbelül van néhány másfél, akár 2% pontnyi különbség, amivel a magyar állam többet költ kamatokra, mint a másik három V4 ország és Románia. Különösen alacsony a román adat ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha a jobboldali ábrát láthatjuk, akkor összességében a működés és a kamatkiadások, és akkor még egyetlen egy egészségügyi, oktatási, szociális, semmiféle, csak az állam maga működött,
és senkinek semmit, egy fityinget nem adott. Ebben már önmagában van körülbelül egy 3-3,5 százalékponnyi többlet a magyar kiadásokban, azt mondjuk nagyjából egy olyan 1000 milliárd forint. Ennyivel költ a magyar állam többet saját magára. Néha olyan vállalkozói kijelentések, amelyek erre vonatkoznak, talán túlzónak is tűnnek, de azt gondolom, hogy alapjában véve igazak. Lehet, hogy talán nem olyan mértékben kellene leépíteni az állami apparátust, mint ahogy az néha elhangzott. Én azt gondolom, hogy Demján Sándornak, akiről érdemes egyébként itt megemlékezni, ez volt az egyik veszőparipája, és néha egy kicsit nagyobb számot mondott, mint amit valójában reális, de azt gondolom, hogy teljesen igaza volt, és a vállalkozóknak egy jogos érdekét képviselte, amikor arra gondolt, hogy kevesebb költséggel kellene az államot működtetni. A bal alsó ábra az a védelmi, rendvédelmi kiadásokat mutatja, itt nincsen különösebben nagy izgalom. A jobb oldali ábra az már viszont elég érdekes, a gazdasági célokra költött állami kiadások. Itt ugye az elmúlt években Magyarország messze-messze kitűnt a másik négy ország közül. Ennek az oka, ez tulajdonképpen, ha úgy tetszik, alátámasztja azt a politikusi állítást, hogy Magyarország mindent elhoztunk az EU-ból, minden támogatást, kisöpöltük az EU támogatásokat, minden pénzt megszereztünk, amit csak meg lehetett. Valóban így van. Ez az ábra, tehát ami az állami kiadások között szerepel, az csak az az EU-s támogatású, amit az állami beruházásokra költenek. Tehát ami csak átfolyik az államon, mert magáncélokra, tehát vállalati fejlesztési célokat szolgál, az itt ebben nincs. Itt csak az van, amikor utak, hidak, állami beruházások és infrastruktúra épül. Látható, hogy 2015-ben, amikor ez a csúcsév volt, akkor iszonyatosan megemelkedett ez az állami kiadás. A 2016-ban, amikor a két ciklus közötti váltás volt, akkor viszont eléggé csökkent. Tehát tulajdonképpen, amit az első ábrán láttunk, tehát hogy 50-ről kb. 47%-ra lecsökkent az állami újraelosztása GDP arányában Magyarországon, ebből pár százalékponnyi itt érhető tetten, ahogy láttuk, más egy fél százalékponnyi pedig a kamatkiadásokon, hiszen a kamatszintek alapjában véve csökkentek. Gyorsan elmondom, az egészségügyi kiadások láthatók a bal felső ábrán. Itt látható, hogy tulajdonképpen két csoport különíthető el a V4 és Románia csoportjában. Nagyjából az EU-hoz hasonlóan költ Csehország és Szlovákia. Nem véletlen, hogy a szlovák magasabb egyfőre jutó GDP-ből magasabb részarányt képviselő kiadások alapján minden felvidéki vagy arra járó ember kiváló egészségügyi szolgáltatásokról számol be. Ellentétben Magyarországgal, azt lehet látni, hogy Lengyelország és Románia még rosszabb helyzetben van. Nem látható nagyon erős, ugye szokták mondani, 1000 milliárdot vontak ki az egészségügyből, ez így nem korrekt. Vontak ki pénzt az egészségügyben, hiszen nagyjából egy olyan fél, 0,7%-ponnyival ma kisebb a költés, de ez az ábra azt mutatja, hogy itt azért az egészségügyben nem elsősorban, vagy nem kizárólag pénzügyi kérdésről van szó, tehát mennyit költünk rá, hanem szervezési kérdésekről, amelyekhez ugye a kormány sosem mer hozzányúlni. A középső ábra az inkább csak egy kis érdekesség, az a rekreáció, kultúra és vallási, ide tartozik a sport kiadások. Hát nem kell, ez még messziről is szerintem látszik, hogy a magyar kiadás mint a rakéta fölfele, de azért túl olcsó poén lenne azt mondani, hogy ez mind stadion, nagy része stadion, de nem kizárólag, a kultúrára is egy kicsit többet költ Magyarország, akármilyen furcsa, mi nem így érezzük, de így van, a vallásról meg nem is beszélve. Tehát itt nagyon az élen járunk, sportolunk, templomba járunk, és mit csinálunk, nem tudom. A wellness az nem itt van, mert az magán dolog. De hát főként ugye stadiont építünk. Nagyságrendileg nem olyan borzasztóan sok, amit van, de hát azért néhány százmilliárdocska egy-két iskolának azért elég jól jönne. Ami az oktatási kiadásokat illeti, itt sem vagyunk a legrosszabb helyzetben, bár csökken. Tehát itt azért nem csak a szintekről van szó, hanem a változásról. Tehát amikor
lecsökken valami, egy rendszer összeszűkülni kénytelen, akkor annak a dinamikája is nagyon rossz, hiszen egy bizonyos szintre állt rá. Tehát valamikor ugye a GDP 6%-át költöttük az oktatásra, ma már valamivel kevesebb, mint 5%. Ezen belül, még jó, hogy nem csináltam erről ábrát, az idő miatt, különösen, de szóban elmondom, az alsófokú, az óvodai és általános iskolai kiadások rendkívül erősen csökkenőek és alacsonyak is az oktatáson belül. Tudom, hogy itt felsőoktatási szakemberek ülnek, ők is keveslik azt a pénzt, de abban a tekintetben nem állunk nagyon rosszul. Óvodai és általános iskolai kiadások tekintetében viszont nagyon rosszul állunk, ami azt gondolom, hogy azért tragikus, mert ott alapozódik meg, hogy aztán lesz ebből később közép- vagy felsőfokú oktatásba kerülő diákoké. Szociális kiadások terén szintén elég erős csökkenés tapasztalható, a munkanélküliségi segély, a betegellátás, rokkantsági ellátásra fordított kiadások nagyon jelentősen csökkentek az elmúlt időben, a nyugdíjra költött kiadások nem olyan nagy mértékben, azok ott inkább valami kis növekedés tapasztalható. És akkor nagy kérdés még az utolsó mondatként, hogy ez a csökkenés, ami tavaly előtt, tehát 2016-ban bekövetkezett az államháztartási kiadások terén, ez most vajon folytatódni fog-e? Én azt gondolom, hogy az lenne, tehát ezt nem én mondom, ezt egyszer maga Varga Mihály mondta, hogy el kellene jönni a 45% körüli állami újraelosztási szintet, ami a többi V4 országban, vagy inkább az alatt, 40-45 között van. Lehet, hogy pont itt hangzott el, úgy emlékszem, egy bizonyos konferencián, na azóta se történt ebben a dologban semmi, holott azt gondoljuk, hogy azt gondolható, hogy gyors fejlődést, dinamikus fejlődést, nagyon-nagyon nagy állami kiadások mellett nem igazán lehet elérni. Köszönöm szépen!